Dicsőségének! Kocsis Fülöp érsek vezetésével érkeztek a kerékpárosok Nyírbogátról Kislétára tavaly szeptemberben. Akkor készült el az a kerékpárút, amelynek folytatása a Kislétáról Máriapócsra tartó szakasz része annak a hálózatnak, amely Hajdúdorogról indul és Máriapócsig tart. Ezt talán nem szokták hangsúlyozni, sőt inkább azt mondják, hogy a kerékpár útra gyalogosok ne menjenek, mert hát ez a kerékpárosoké, de hát itt azt hiszem Máriapócs közelében ez megengedett, hogy a gyalogos zarándokok is használhassák ezt a szépen kialakított utat. Másrészt pedig megerősíti ezt a másik fajta, ezt a 20.-21. századi zarándok formát, ami régen azért nem volt, hogy nagy csapatban kerékpárral jöjjenek Máriapócsra, úgyhogy örülök annak, hogy egy szép, biztonságos út készült egészen Máriapócsig, és bízom abban, hogy még több zarándokot segít, majd lelkesít arra, hogy eljönnek a kegyhelyünkre. A térképen látszik, hogy Hajdúdorogról hogyan lehet kerékpárral eljutni Máriapócsra. Az 50 kilométeres út érinti Újfehértót. A település polgármestere 35 perc című műsorunkban azt mondta, szeretnék a külterületi és a városi szakaszokon biztonságos kerékpárút épülne, amelyet a zarándokok is használhatnának. Újfehértón nagyon sokan szeretnek kerékpározni, de a jelenleg a városban lévő hálózatok még nincsenek összekötve. Erre nyújtott be az előző önkormányzat még egy pályázatot, amely sikeres volt, és most ennek fog megvalósulni a kivitelezés a nyár folyamán, és így a lévő három kerékpárút szakaszt fogjuk összekötni, illetve szeretnénk még, erre is szeretnénk pályázatot benyújtani, egy külterületi kerékpárutat is létesíteni, hisz Újfehértóról jelenleg nincs kivezető kerékpárút, ami elég ritka a megyében. Szeretnénk első lépésként Újfehértót és Hajdúdorogot kerékpárúttal összekötni a Mária út mentén, hisz ugye Hajdúdorogról nagyon sokan járnak zarándokolni Máriapócsra, és van egy ilyen megyei terv, hogy a két települést kerékpárúttal kössük össze. Ezek a fotók a 2011 óta szinte minden évben megrendezett Hajdúdorogról Máriapócsra tartó kerékpáros zarándoklatokon készültek. A kerékpárosok minden évben érintették Káló Semjént is. A nagyközség polgármestere arról beszélt, hogy náluk is kerékpárút építésre készülnek, csatlakozva a programhoz. Kerékpárutat létesítünk a településen. Mindenképpen nagyon fontos az, hogy a település belterülete igen hosszú, több mint 2,5 kilométer hosszú a településünk, és nagyon sokan használják a kerékpárt, mint közlekedési formát. Másrészt pedig a településünk a Mária út vonalnak a nyomvonalán is fekszik, tehát nagyon sok zarándok is érkezik a településen keresztül Máriapócsra, és ez az utolsó pihenőhely számára. Két zebra is meg fog valósulni, többek között ezen beruházás keretein belül. A végállomás a Máriapócsi görögkatolikus templom lesz, ahova minden évben rengetegen zarándokolnak el. Május elején nem végállomás, hanem kiinduló pontja volt egy kerékpáros zarándoklatnak a település. Akkor a csíksomlyói búcsúra indultak megyei imaszalagokkal biciklisek. Ha a kerékpárút elkészül, akkor az eddigieknél sokkal biztonságosabban lehet majd Hajdúdorogról Máriapócsra zarándokolni két keréken.